Azt az tök jó, hát ez végre, hát ez tök régi. Hát az is, hát 2000-es. Tehát ez a CD 2000-ben jött, így év vége felé. Szóval tök jó, mert tényleg benne lehet hallani régi énekeseket. Úgyhogy ja, lehet, hogy itt is van tulajdonképpen, bár nem hiszem, lehet, hogy kocsiba van. Úgyhogy ja, szóval, de itt az nagy szám az a CD, hát lehet, hogy kocsiba van, és nem itt. Úgyhogy ja, na mindegy. Erre az, hogy aki megvolt, tehát megvette a Gyuribe az elborít egész, nem az az élet, Jössz? Ne, elborít egész, bocsánat. Ja nem, az nincs meg, nekem az élet győz. Nem, ez nincs meg, sajnos. De a YouTube-on fent van, szóval teljes száma. Én azt hittem, hogy Balogh Ferita. Jó, elnézést, bocsánat. Ez meg viszont még régebbi. Az meg... Jó, ez nincsen meg nekem, de akinek megvan CD-n, a kazettán, akkor hallgassa meg, nagyon jó ez a szám. Csak na. De YouTube-on fent van a teljes album, ott is meg lehet tekinteni. Tényleg jó. Minden, szóval tényleg éneklik azóta is. Ritkában, az elbúlt egészen, tudja. Ja, meg az első élőadás, minden vasárnapban is benne volt ez a dicséret. Tehát élőadásról beszélek, nem a híres klip zenéről, ami hősökkel fogadta, nem. Az első élőadásról beszélek, abban is benne volt ez a dicséret. Nem volt egészen, és ha jól tudom, azzal is végződött az első 2001-es élőadásod, hogy ja, na hát akkor ennyi is lett volna már, remélem tetszett, ez a kis nosztalgiázás. És akkor újra mondom, az egy olyan kicsit kutakodni, mert aki talál, mert aki keres, ne érde meg, ha talál régi könyvet, régi közettet, vagy régi CD-t. Mindenképpen azért, ha úgy emlékeztek, de egy kicsit emlékeztek rá, hogyha lehet, ha megvan, akkor érdemes már azért is elkutatni a házat. De leginkább ott, ahol emlékeztek, ahol lehet, hogy ja. Én azt tanácsolom, első a kocsiban nézetek körül, ott nincs, akkor irány a doboz. Általában a második már beszokott fenni, úgyhogy ja, nem is lett volna már. Én Horváth Péter voltam, sziasztok!